Üdvözlök mindenkit, remélem, hogy sokan itt vagytok velünk a mai adáson is. Remélem, sokan olvastátok a hírt is az oldalunkon. Hoppá! Valamilyen hangeszköz itt nem lett kikapcsolva, úgyhogy egy kis türelmet kérünk. Oké, most a Gabi még visszaszalad a helyére, és már is megy tovább az adás. Nos, ahogy beharangoztam, egy csomó-csomó újdonsággal próbálunk kedveskedni nektek, úgyhogy erről szeretnék egy pár szót szólni. Ahogy láthatjátok, nem az asztalnál ülök, hanem egy kényelmes kanapén, aminek megvan az oka, majd meg fogjátok tudni azt is, hogy pontosan mi ez az ok. Mindenféleképpen el kell mondanom, hogy kipróbálunk új szoftvert, új hardvert, úgyhogy előfordulhatnak apró technikai problémák az adás közben, reménykedünk benne természetesen, hogy nem lesz semmi baj. Mi a probléma, Gábor? Halkak vagyunk. Halkak vagyunk. A nagy csúszkát följebb tudod tekerni, illetve az enyémet még egy kicsit tudod. Oké, akkor egy picit még várunk. Na, Gábor egy kicsit följebb tekert hangerőileg. Szóval előfordulhatnak technikai problémák. Arra kérünk mindenkit, hogy ha véletlenül megakadna az adás, akkor ne zárjátok be a böngészőt, egyszerűen csak frissítsetek rá, remélhetőleg újra fog indulni a műsor. Aztán, hogyha valaki az új Firefox-al néz minket, akkor tudjon róla, hogy a vezérlő elemek nem működnek az adás közben, tehát ott nem tud hangosítani sajnos semmit a hangerőn, úgyhogy ez viszont nem a mi problémánk vagy hibánk. Nos, tehát amit el akartam mondani, hogy kipróbálunk egy teljesen új szoftvert, és ennek a szoftvernek hála lehetőség nyílik arra, hogy több kamera képét is egyszerre az adásba tudjuk adni. Így aztán eltűnnek majd azok az átmeneti időszakok, amikor minket nem láttok, csak az asztalt, így csak a hangunkat halljátok. Most ezt az adást azt olvasom, hogy szaggat a videó egy kicsit. Hát most ebben nem fogunk tudni szerintem semmit csinálni. Reméljük, hogy nagyon nem fog szaggatni. Ha igen, akkor majd a következő adásra próbálunk valamit tenni. Viszont ami nagyon lényeges, hogy a hang az nem fog szaggatni. Tehát a kameraváltásoknál, ami volt hangkiesés, az meg fog szűnni mostantól ezzel a programmal. Nálam lagol, mint a picsa. Aha, nem kicsit nagyon. Közben olvasom az üzenőfalat. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel. Előfordulhat az is egyébként, hogy a másorummal van probléma. A héten voltak vele gondok, egy kicsit belassult a szerver. Majd meg fogjuk nézni a felvett adást, hogy az milyen, és hogyha az jó, akkor nagy valószínűséggel nem nálunk van a hiba, hanem a szerver oldalon. Gábor közben futkos még egy kicsit és kapcsolgat. Még megvárom, hogy visszajön a helyére, és aztán majd bele fogunk vágni a műsorba, legalábbis a lényegi részében a műsornak. Mi a helyzet, Gáborom? Most leállítok mindent, amit csak lehet. Szerintem addig nyugodtan. Igen, a Gábor azt mondja, addig nyugodtan mondjam a mondókámat. Jó, tehát akkor vágjunk bele a műsornak a lényegi részében. Asus termékeket fogunk most megmutatni nektek a mai műsorban. Ezek a termékek egy dologban egyeznek meg, azon kívül, hogy mind a kettő Asus. Alig hallani. Na, szóval mind a két termék Asus, amit be fogunk mutatni, de nem csak ez közös bennük, hanem hogy mind a két termék multimédia termék. Magyarán nem alaplapról, videókártyáról van szó, hanem olyan termékekről, amivel hangot, képet tudunk alkotni. Meg is mutatom a dobozát az elsőnek, amivel én fogok majd foglalkozni és bemutatni nektek. Ez az Asusnak az Oplay nevű lejátszója. Ez egy multimédia lejátszó, a hálózati funkciókkal megspékelve. Egy kicsit hasonlít ahhoz az LG lejátszóhoz. Igen, közben olvasom, Oplay a kérdés. Igen, Oplayről van szó. Hasonlít ahhoz az LG lejátszóhoz, amit már bemutattunk nektek egy korábbi műsorunkban. Abban volt háttértár, ebben nincs. Tehát ez kifejezetten hálózati funkciókra lett kitalálva. Illetve lehet rácsatlakoztatni egyéb külső eszközöket is, de majd ezt is meg fogom mutatni, hogyha a Gábor a helyére ült, addig sajnos nem tudom, mert át kell majd kapcsolni a másik kamerára. Ez nem az a kamera. Oké, itt is vagyunk. Na, egyrésztről láthatjátok azt, hogy miről beszéltem.
Tehát mostantól ez nagyjából így fog kinézni, remélhetőleg a szaggatás is meg fog szűnni. Magyarán itt leszek a sarokban, és láttok, miközben beszélek, és láthatjátok a termékeket is, amiket be akarok majd mutatni nektek. Tehát most az Oplay-jel kezdünk, akkor ebben az esetben meg is mutatom, ő a doboza. Az első, amit meg szoktunk tenni ilyen esetekben, az, hogy kicsomagoljuk a terméket. Ez ugye most már kinn van itt az asztalon, úgyhogy a dobozban nem találjuk meg, de mindenképpen érdemes megnézni, hogy milyen plusz dolgokat találunk itt a csomagban. Először is van egy kis füzetünk, amiben a telepítési segédletet találjuk meg, illetve a beüzemelési segédletet. Aztán egy kartonlap alatt jönnek a lényegesebb dolgok. Találunk egy RCA kábelt. Hova tartsam? Ide tartom. Ezen lehet látni, az régi tévékészülékekhez jó ugye. Ez a kábel. Három RCA csatlakozó van rajta. Hangot, illetve sztereó hangot, illetve képet lehet rajta átvinni. Ezen kívül találunk egy telepítőlemezt a dobozban. Egy csomó nylonzacskót, ami üres, mert ez egy teszttermék. És itt nálam más nincsen, amin csodálkozom egy kicsit, ugyanis ez a készülék, ez természetesen nem csak RCA-n keresztül csatlakoztatható televíziókészülékekhez, hanem HDMI-n keresztül is, de meg is fogom mutatni mindjárt magát az eszközt, hogy lássátok, miről van szó, csak ezt a dobozt addig egy kicsit félreteszem, hogy ne legyen itt útba. Mi már ezt a szerkezetet beüzemeltük, meg fogjuk mutatni természetesen működés közben is tévén. Most fölülről látjátok, ugye így néz ki az eszköz. Ilyen az eleje. Ott elől vannak rajta kis kék ledek, ez remélem látszik rendesen az adásban. Ezek mutatják, hogy éppen mi történik, hogy működik vagy nem működik. Csatlakozókat ezen az oldalon találunk rajta, illetve a hátulján. Itt lehet látni, hogy egy pendrive-ot mi belecsatlakoztattunk ebbe. Tehát USB-s háttértárakat kezel természetesen az eszköz. Illetve a másik csatlakozó egy elszatta csatlakozó, amin ugye külső merevlemezt lehet még rácsatlakoztatni. A hátulján vannak még a lényeges csatlakozók. Sajnos mutogatni nem tudom, mert a mikrofont is fognom kell. Van egy csatlakozó, az Ethernet csatlakozó, ugye, amin a hálózathoz lehet csatlakoztatni. Van rajta egy HDMI kimenet. A HDMI mellett egy optikai kimenet, amin ugye ki lehet vinni az 5.1-es hangot. Ha mindenig az 5.1-et tudnám, majd megnézem mindjárt. Hát a leírásban nincs benne, úgyhogy ezt most akkor nem tudom megmondani. És van az RCA csatlakozóból ugye három darab, aminek a kábelét az előbb megmutattam. Mi ezt most már ugye így bekötöttük és rákötöttük a tévére. Nézzük az adatokat, hogy miről is van szó itt pontosan. Van egy kis súgom. Videó. Kezdjük a videóval, illetve azzal, hogy milyen fájlformátumokat támogat ez az eszköz. Videó fájlokban az MP4-et, MOVE-ot, XVID-et, AVID-et, DivX-et, ASF-et, VMV-t, MKV-t, RM-et, RMVB-t, FLV-t, TS-t, M2TS-t, DAT-ot, MPEG-et és WOB-ot. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon nem lehet probléma a fájlokkal, hiszen lényegében minden ismertebb, elterjedtebb formátumot támogat. A hangok terén MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIF, Dolby Digital AC3, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Surround-ot támogat. Természetesen van képnézegető funkció is. JPEG, BMP, PNG, GIF és TIFF formátumú képeket lehet rajta nézegetni. És hát ami elmaradhatatlan természetesen még a feliratkezelés. SRT-t, SUB-ot, SMI-t és SSA kiterjesztésű fájlokat támogat. A csatlakozókról már beszéltem, ugye a HDMI az egy 1.3-as HDMI csatlakozó, igen, azt hiszem, hogy másról nagyon is nem is kell beszélni, ezeket már elmondtam, hogy miről van szó. Azt még jó tudni, hogy a LAN, tehát a hálózati csatlakozó az 10/100-as, egyébként támogatja a DHCP üzemmódot is, ezt megnéztük, illetve be lehet állítani ugye manuálisan is az IP címet, hogyha valakinek úgy jobban tetszik. Megnézzük a tartozékokat. Igen, hát a tartozékok között végül is nincs felsorolva, amire én számítottam, a HDMI kábel, úgyhogy valószínűleg ezt meg kell venni utólag a készülékhez. Végül is nem egy olyan túl nagy összeg, úgyhogy talán senkit nem fog földhöz vágni, hogyha ezt meg kell vennie. A készülék méretei a 181x125x347,7 mm. Megmutatom még egyszer kicsit közelebbről, fölemelem. Tehát így ekkora
kis gumitalpai vannak, le lehet rakni az asztalra, hangja semmi nincs, hűtése semmi nincs. Magyarán ez egy otthoni multimédia lejátszó, amivel ki tudjuk váltani a nagy asztali lejátszókat. Természetesen van hozzá távirányító, ugye ez itt az asztalon látszik. Hopp, ezt elfelejtettem beállítani a kamerának a zoomját, hogy ne ugráljon. Ez a Baba Piskóta a távirányítója. Kicsit torzít ugye ez a kameránk, ezt tudjátok, sajnos ez a Microsoft kamera még mindig ilyen, úgyhogy megpróbálom így talán a lehető legjobb, így látjátok jól a méretét. Gumírozott gombok vannak ezen a távirányítón. Lényegében minden funkciót el lehet róla érni. A felső gombokkal lehet magát az eszközt vezérelni. A menüben lépkedni a négy nyíllal, illetve az OK gombbal lehet. Lehet nagyítani a képet. Feliratok, hang, és itt alul lehet kiválasztani a módokat. Ugye a mozit, a zenét, a fotót, illetve van egy setup még, amit ki lehet erről választani. Úgyhogy most megkérem a Gábort, hogy mielőtt a menübe bele mélyednénk, egy videót nézzünk meg, amit találtunk a neten erről az eszközről. Itt elvileg mindjárt át kellene